Normális év lehet a 2024-es az élelmiszeriparban az MBH Bank előrejelzése szerint, mely során az agrárium elérheti 2021-es teljesítményét. Közben a Tisza párt arról írt közösségi oldalán, hogy kormányváltás esetén azonnal 5%-kal csökkenteni a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adóját, ami jelenleg Magyar Péter számításai szerint meghaladja a 30%-ot. A 2021-es év után a 2024-es év látszik egy normális évnek, végre elértünk ide is. Így összegezte a Magyar Agrár és Élelmiszeripar jelenlegi helyzetét az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgatója. Hollósi Dávid elmondta, hogy jelenleg 33,9 ponton áll a szektor mutatója, ami közelít a 35-ös célhoz. Gabona, kukorica, napraforgó, olajos növények termékpályán alapvetően a kukorica kivételével már elmondhatjuk azt, hogy valamennyi jövedelmet fog termelni. Ez az elmúlt évekhez, két évhez képest az egy, akár egy jó szituációnak is tekinthető. A magyar átlagos élelmiszer ár színvonal, az most ott van, ahol az EU27-ek átlaga, körülbelül ilyen 100%-on. A bank stratégiai elemzője arra számít, hogy a magyar fogyasztói árak tovább csökkennek. Hogyha 2024 év végén újra rá fogunk nézni erre, hogy akkor helyezzük el Magyarország átlagos élelmiszer ár színvonalát, akkor nem biztos, hogy a régi helyére, arra a 80% körüli értékre, de nagyjából egy ilyen 90%-ra ez vissza fog tudni esni, hogyha ezek a tendenciák folytatódnak. Mintegy 1500 milliárd forintra lehet majd pályázni az Európai Unió közös agrárpolitika stratégiai terv második pillérének keretében gazdaságfejlesztésre. Idén júniustól az élelmiszeripart és állattenyésztést fejlesztő pályázatokra 200-200 milliárdos keretben pályázhatnak külön a kicsi és külön a nagy szereplők, hívta fel a figyelmet Szigeti Szabolcs. A pályázatokat augusztustól lehet beadni, a döntéshozatal pedig 2025 márciusára várható. 200 millió forint támogatási összegig a kis pályázatba tudunk pályázni, a fölött 5 milliárd forintig pedig a nagyban. Itt megint az a lényege, hogy nem tudják egymás elől elszívni a forrás keretet. Közben Magyar Péter arról írt Facebook oldalán, hogy amennyiben a Tisza párt kormányra kerülne, azonnal 5%-ra csökkentené a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adóját. Majd a párt elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy míg az Egyesült Királyságban, Írországban és Spanyolországban 0% a zöldséggyümölcs áfája, Lengyelországban 4, Romániában pedig 5, addig számításai szerint Magyarországon ezeket az élelmiszereket több mint 31%-os forgalmi adó teher sújtja.